93-ba költöztünk Dunaújvárosba, és a fiam az iskolába tanult ezen a hangszeren, és hazahozta a hangszerét, amit ott megtanult, ezt megtanultam én is, és akkor szépen lassan így ismertem meg a hangszert közelebbről. Gyerekkoromban volt egy ilyen élményem, édesapám postás volt, és az Akác utcában lakott a Lőrinc bácsi, aki saját maga készítette egy hangszert, és amikor voltunk segíteni édesapámnak, akkor mindig bementünk, és akkor megkértem, hogy játsszon már nekünk egy dalt. És akkor citerázott egy keveset, tovább mentünk, és akkor ez úgy hátul, tehát előre visszajött az emlékeimbe, és akkor szépen megszerettem a hangszert. Valahol a tudat alatt én ezt szerettem, mert tényleg gyerekkoromban megérintett a citera zene, de nem foglalkoztam vele. Ez a gyönyörű csengése, ami ezeknek a hangszereknek, ami van, ez egyedülálló, ez én véleményem szerint. És annak idején egy citera volt, a citerazenek valójában nem is léteztek. Csak magányos citerások voltak, mert annak idején nem tudták összehangolni a hangszereket, mert ahány hangszer volt, annyi fajta volt. Ugye? És Isten igazából minden citerának más volt a hangja, másképpen szólt, minden hangszernek megvolt a maga sajátossága. És hát ez a gyönyörű csengés, ami kijöttek ezekből a hangszerekből, ez nagyon megfogott engem. Népzene oktatásnak a egyik alapja a citera, tehát itt kezdem. Azt mondják, hogy nagyon egyszerű hangszer, való igaz, könnyű rajta megtanulni játszani. Akinek van valamilyen zenei képzettsége, mert játszik más hangszeren, az egy órán belül sikerélménnyel távozik a hangszerrel, mert tényleg könnyen megtanul rajta. Gyakorlatilag a hangszernek a kottalapja az a zongorának a billentyűzetével megegyezik, tehát ugyanaz, csak nem fekete-fehér, hanem itt mások a bundozása. Úgyhogy... Milyen hangszeren játszott, vagy játszott előtte valamilyen hangszeren? Nem játszottam rajta. Ez volt az első, a nagy szerelem is egyben. Igen. Én mikor megláttam akár egy fafaragást, akár egy népi hímzést, vagy bármiféle kézművest, én megnéztem, megcsaláltam, hogy milyen ügyesség az emberek, én különösebben nem foglalkoztam vele. Aztán amikor egész közel kerültem a népművészethez, a kézművességhez, akkor egészen más szemszögből vizsgáltam a dolgot, és másképp láttam. Nagyon tudom becsülni őket, ezeket az embereket, mert nagyon sok fáradtságos munka van benne, amíg bármilyen kézműves alkotást megalkotnak. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy a citera készítés is egy olyan tevékenység, ami ez a kézművességhez hozzátartozik. Lehet, hogy nem annyira díszes, mind egy fafaragás, de az az érzésem, hogy nem is az a jelentősége, hogy nagyon kicicomázzuk a hangszereket. Ez az első hangszer, amit Lajos készített, méghozzá egy táborban született. Igen. Meg. Igen. Miska bácsú előzőjével megbeszéltük, és szabad időben kimentem hozzá a műhelybe, és ott készítettük ezt a hangszert. Hát így... Nem egy profi hangszer, maga az anyaga sem olyan, mint ami Isten igazából ma már egy igényes hangszerkészítőnek, mert ez a fedél
nem éppen alkalmas. Szólni szól, megszólal, de nem ezt használjuk, fenyő az az igazi hangszerfa, és a lapot abból készítjük. De tanulásnak nagyon jó volt, ugyanis a maga szerkezeti összeállítást azt ezen csodálatosan meg lehetett tanulni. A belső szerkezetét, hogyha megnézik, akkor látható belső merevítések azok, hogy hogy alakulnak, hogy készülnek. És gyakorlatilag tényleg az első lépéseket a hangszerkészítés, citerakészítéshez ezen meg lehetett tanulni. Család mondhatni két laki életet él, felesége Dunaújvárosban dolgozik, ön pedig itt a Paksi atomerőműben. Mikor jut ezekre idő? Hát nagyon kevés idő. Általában hétvégek azok, amikor a család itt van lent Pakson, és akkor jutok be a műhelybe hosszabb időre. Vagy hogyha van egy olyan hangszer, amit szeretnének, hogy mindenőbb elkészüljen, vagy javítsam meg, akkor esetleg egy-egy délutánt rászállnak, és akkor lejövök. Én akkor dolgozom a műhelyben. Egyébként a család úgy néz ki, hogy megérti ezt az én hobbimat. Bár első időszakban kicsit olyan furcsán néztek rá, de aztán megbarátkoztak vele. Úgyhogy úgy tűnik, hogy se a nejem, vagy gyerekek is, sőt a lányom az úgy veszem észre, hogy az utóbbi időben, mintha egy kicsit a népzene felé fordulna, mert itt a Számel Péter barátommal szoktunk esténként gyímesi zenét játszani, ő furujázik, én meg gardonozok, és jó múltkorjában hazavittem a gardont, és akkor nagyon verte egész nap, úgyhogy nejem éppen azt mondta, na, még ez kellett a lakásba. Tehát akkor úgy néz ki, hogy sikerül megfertőzni Igen, a családot. Igen, sikerül szépen lassan megfertőzni a családot. Citerálva is, azt is most már néha kézbe veszi, egy-egy dallamot eljátszik, akkor nagyon nagy sikerélménye van, és ez a lényeg. Mikor az első sikerélmény megvan, akkor utána már az ember hajtja a másikat, hogy meglegyen. Olyan hangszereket tudok csinálni, amit az emberek szeretnek. És azt mondják, hogy ez a hangszer jó. Amit Kecskemétről mondtak, hogy ilyen hangolású hangszerre nagyon ritkán lehet találni, azt hiszem, hogy egy jó értelemben mondva, azt hiszem, hogy ezt egy hangszerkészítőnek ez egy nagyon nagy elismerés. És egy ilyen hangszerkészítő, mint én vagyok, aki nem főállásban végzi ezt a tevékenységet, hanem kifejezetten hobbi szinten, maga a népzene szeretetéért, vagy maga a hangszer szeretetéért, azt hiszem, hogy ettől többet nem is nagyon kívánhat. Nekem nincsenek vágyaim, nincsenek ilyen jellegű, hogy most kiállításokra menjek el. Nagyon örülök neki, mikor megkeresnek, hogy állítsuk ki a hangszert, mert szépek, tetszik mindenkinek. Eddig még nem kaptam negatív véleményt, se hangzásra, se fülalakra.
Nekem ez azt hiszem, hogy már csúcs.